És csak akkor vannak ezek. Ja. Már most sokan keresnek virágokat, koszorúkat, mécseseket halottak napjára. Nem a koszorúkat szoktam nézni, hanem inkább azokat, amelyik hosszú távon fönn tud maradni. Ezek a moha koszorúk, a különböző kis toboz koszorúk, ezeket szoktuk vinni, és ezeket szoktuk még esetleg krizantémmal vagy valami mással kiegészíteni. Tavalyhoz képest 5-10%-kal kerülnek több a kegyeleti tárgyak. Az angyalka, a kis szívecske a mécsessel együtt, tehát ez egy közkedvelt darab. A temetői trendek is változtak. Egyre többen keresik a kisebb küledényeket. Szeretnek előre gondoskodni az, hogy kiválogatják, elmondják a saját igényüket, hogy ilyen pici kis szívecske, kis angyalka egyéb kis kiegészítőkkel. Nyilván ehhez hozzátették, hogy az élő sírdíszeket majd később szeretnék elvinni az utolsó pillanatban. Most ugye egy kicsit nekünk is másképp kell majd gondolkodnunk virágosaknak, mert ugye, hogy nem lesz az őszi szünet, így átrendeződik a temető látogatási időpontja is. Tehát nem lesz az a hosszú hét végére, a családok nem fognak egyszerre érkezni, hanem szerintem folyamatosan kell, hogy biztosítsuk az árutazó vendégeknek, a helyi lakosoknak a teljes készletet, hogy mindenből legyen nekik kínálat. Amivel mi személy szerint készülünk, most megtalálható a 900 forintostól, 1001, 1200, 2000 forint, 2400, 2500, és így egyre fölfelé. Na most, hogy itt vannak saját igények, az angyalka, egyéb kis kedves kis utolsó gondolatok, kiegészítők, ezek már a nagyobb értékű készítmények, ezekkel érhetik a 13-15 és szerintem max. A 20, az már ott egy kicsit, de ezek már az extra minőségek. Nem csak a virágkereskedők, hanem a sírkertek fenntartói is készülnek november 1-ére. Mint ahogy az emlékezők is minden szentek előtt rendbe teszik szeretteik sírhelyét. Szoktam virágot is, meg koszorút, ilyesmit. Mécseseket, igen, azt meggyújtom a mécseseket. Halottak napján és minden szentekkor a sírkertek többsége a látogatók várható nagy száma miatt meghosszabbított nyitvatartással üzemel. A rendőrség és a polgárőrség pedig emelt létszámmal vigyáz a rendre.